Az egykori Roger Schilling Német Nemzetiségi Egyesület tette le a Paksi Sván Bál alapjait, majd gazdája az 1991-ben megalakult Roger Schilling zenekar lett, 98-tól pedig a Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat. Bár a német nyelv használat a családi körben egyre ritkább, a sváb kultúra megőrzésére töretlen az igény. A kultúrára való igény, ez megmaradt. Merem mondani ezt. Nem csak a sváb bálból, hanem a német nemzetiségi napunkból merem mondani azokon a rendezvényeiken való aktív megjelenésre, amiket mi az év sok folyamán megtartunk itt. Most természetesen az összes többi igazándiból az gyerekeknek szól, de a szülők, a nagyszülők mindig ott aggódnak. De a legújabb kori rendezvényeinket is említenünk kell, ugye a kitelepítettek emléknapját, amelyet ugye január 19-én emlékezünk. Ott is legutóbb is teljesen telt ház volt a polgármester hivatal nagy termében. De nem volt ez másképp tavaly sem. A sváb hagyományokat idézte a Roger Schilling zenekar muzsikája és a Paksi Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület társcsoportjának nagy sikerű műsora. A társaság megalakulása óta taglétszámot és repertoárjukat tekintve is nagyot lépett előre. Most már 30 fő fölött van a táncosoknak a száma, a repertoárunk az pedig folyamatosan bővül, országos fesztiválokra is már eljutottunk, pályázgatunk, és a pályázati pénzekből viszont híres neves mestereket tudunk megfogadni, akiknek a koreográfiáját meg tudjuk venni, és el tudjuk táncolni. A társcsoport az idei svábára élő harmonika zenére adott ízelítőt táncaiból varázsolt svábesti hangulatot a terembe. A Paksi Német Önkormányzat 2015-ös svábája is teltházzal zajlott. A hagyományok megismerésének, megőrzésének jegyében február 22-én buszos kirándulásuk lesz, a térűző tűzkerék gurítás hagyományát lehet majd megismerni.